2018 tavaszán hirdette meg a kormány a Magyar Falu programot. Ennek köszönhetően tudják a települések az elmúlt évek fejlesztési programjait folytatni. Minden 5000 lélekszám alatti település jelentkezhet rá, akár kisvárosok is. Magyarország kormányának fontos a vidék. Azt gondoljuk, hogy egy társadalomnak azok a hajszálerei a falukban gyökereznek. Ma meghívtam Gyopáros Alpár képviselőtársamat, aki kormány megbízottként a Magyar Falu programot menedzsel irányítja. Azt gondolom, hogy ezen a rendezvényen a polgármesterek feltetik a kérdéseket. Kormány megbízottul elmondja azt a tájékoztatót, hogy milyen intézkedésekre lehet pályázni, hogyan tudjuk a vidéki népességet megtartani, hogyan tudjuk az életminőséget javítani. Nagyjából ez lesz a feladat ennek a program. Reméljük, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül. A programra azért is van szükség, mert az elmúlt években jelentős arányban és tempóban csökkent a falvak népességszáma. A Magyar Falu programra már 2019-ben 150 milliárd forint áll rendelkezésre. Részben lakhatási problémákra fordítja ezt a kormány, ebből finanszírozzák a falusicsok igényléseket. Ez valószínűleg június 1-től lép hatályba. Közölte Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormány biztos Máté Szalkán. Elindul egy mellékúthálózat fejlesztési program, és egy 75 milliárd forintos helyi életminőség javító program is. Ezekben az önkormányzatok és az egyházak is érintettek. Tekintettel arra, hogy egy kis település életében szervesen részt vesznek maguk az egyházak is, más szereplők is egyébként, de történelmi hagyományokon kiindulva leginkább a különböző történeti magyarországi felekezetek. Ezért az a döntés született, hogy abban a 18 támogatási célterületben, amelyet 2019-ben meghirdetünk a kedvezményezettek számára, kettő célterületen lehetőséget adunk az egyházközségnek, kifejezetten a helyi falusi egyházközségeknek, hogy benyújtsák a pályázati kérelmeiket egyházi közösségi terek kialakítására, illetve egyházi tulajdonban lévő temetők fejlesztéseire. A 18 támogatási célterületre több ezer pályázatot vár a magyar kormány. Ezeket mind 100%-ban hazai forrásból finanszírozzák majd. Átlagosan minden településen legalább egy hasznos cél megvalósulhat, tette hozzá Gyopáros Alpár Máté Szalkán. A Magyar Falu programhoz kapcsolódó következő pályázati kiírások jövő héten jelennek meg. Az alapegészségügyi ellátás fejlesztését célzó beruházások témában.